Bercsényi Péter és Tamás érkezett, valamint sok szép edény. Ön Bercsényi Péter, igaz, és Bercsényi Tamás testvérek. Így van, ikertestvérek. Ikertestvérek, igen, le se tagadhatnám. És amit hoztak, saját készítésű edények. Így van, kétfajta edénnyel foglalkozunk már most jó pár éve. Vannak a főzőedényeink, meg vannak az étkészleténk, ami a hát a mai kornak szerintünk a legjobban megfelelnek így a fazekasságon belül is, mert magas tűzön égetjük a kőcserép edényeinket, ami azt jelenti, hogy mosogatógép barát, meg mikrózható edények, úgyhogy ez pontosan ebbe a korban nagyon jó beilleszthető. Honnan jött egyáltalán a fazekas mesterség? Már az ükapjuk is, vagy nem? Nem, hanem 18 éves korunkban, ide holok lehetőségünk volt kijönni, árulni először is a kerámiát, tehát mint boltba árultuk, itt egy helyi üzletemberrel, és onnan jött meg ez a kedv, a szeretet, hogy akkor próbáljuk meg mi is, akkor nem csak kereskedjünk vele, hanem akkor készítsük is az edényeket. Na de kitől tanulták meg? Ezt autodidakta módon tanultuk Kincsesbányán, a Valla Sándortól legelőször, és utána képeztük magunkat, Les Gábortól tanultuk, fazekasoktól, meg hát saját magunktól. Tehát begyakoroltuk magát a fazekasot, az első szakmánk, az nem ez. Az mi? Hát autószerelők vagyunk mind a ketten, úgy végeztünk. Az is nagyon hasznos. Igen, de nem dolgoztunk benne egyáltalán, tehát egy percet sem dolgoztunk benne. Tehát mindjárt ezzel kezdtük. Akkor jó ötletnek tűnt, aztán... Hála Istennek. Ja, de már egy hosszú idő elteltével, mert már ennek 27 éve, nem látszik rajtunk, de 27 éve, azóta nem is csináltunk igazából, most teljesen főállásban, napi szinten foglalkozunk vele. Úgyhogy nem bántuk meg egy percet sem, most már nem is akarnánk mással foglalkozni szerintem, egyikünk sem. Azon gondolkozom, hogyha én magamtól autodidakta módon szeretném megtanulni, hogy hogyan készítsek el egy-egy ilyen edényt, akkor valószínűleg heteken, hónapokon keresztül a kudarc, na ezt is újból összegyúrom, mert ez se sikerült. Akkor éveken keresztül. Évekkel hozzá is örökké tanulható, tehát nincs olyan, hogy meg van tanulva, tehát ez folyamatos, az ember mindig rájön azokra a dolgokra, hogy képzi magát, tehát minél többet csinálja az ember, annál jobban fog sikerülni, annál nagyobb lesz a sikerélmény. De akkor jól kell tudni tűrni a kudarcot. Igen, de mondjuk az egy nagyon jó lehetőség, nekünk holók egy nagyon jó lehetőséget adott abban, hogy az ember a kezdeti időszakban tudtuk úgymond, mert itt az anyagiak azért valamilyen szinten számítanak, mert ezt kell finanszírozni. És a kereskedelmi részével, azzal, hogy mi kerámiákat tudtunk vásárolni, meg az első kezdetleges kerámiánkat el tudtuk adni, mert volt az, akinek tetszett. De ez ilyen robbanásszerűen megváltozik, mert egy idő után, amikor az ember már úgy gyakorolja, egyszer csak úgy feltűnik, hogy úristen, tényleg jó, meg az embereknek egyre jobban kell. És így tudtuk ezt végfinanszírozni. De volt nagyon sok kudarc volt benne, ami nem sikerült, láttuk azt, hogy más fazekasnál, fú, milyen szép, nem értettük, hogy nekünk miért nem jó, és a gyakorlás hozta meg ezt úgy, hogy valójában mi észre sem vettük azt, hogy ott vagyunk, elkezdtük zsűriztetni a hagyományok házába, ott elkezdték a díjakat osztogatni, ki kell érdemelni, de egy idő után láttuk, hogy díjat kapott, akkor már másoknak is tetszett. Ami a formákat, mintákat illeti, igyekeztek akkor itt a palóc, vagy saját ez, amit minták, itt vagy mire az asztalon, ez teljesen saját. Ez onnan alakult ki, hogy amit látunk igényt, hogy szükség van arra, hogy használhatók legyenek az edények. Ezek az étkészletünk, a főződénk így alakultak ki. Ami viszont előtte csináltunk, ami helyinek mondható, ez a gyöngyöspásztói fazekasság, mint tájegység. Abból is kaptuk meg mi népi parvész a címet, tehát ez egy teljesen népi hagyományos tányérok. Ezek nem. Ez is mondható népinek, de már picit már át a mai kornak ugye a mintázata is neki letisztultabb, hogy minél több háztartásba beilleszthető legyenek a tányérok. Mondhatom most már helyinek, mert mivel mit csináljuk. Így van. A főzőedény az azt jelenti, hogy akár
Hát nem lehet rátenni, meg mi mindig azt mondjuk, mert az a technológiából adódom, meg az alapanyagból, mindig olyan közegbe kell belehelyezni ezeket a főzőedényeket, ami körbeveszi a hőt. Mert nagyon rossz hővezető, és ha csak egy bizonyos pontján hevítjük a magát az edényt, az könnyen elrepedhet. Akármilyen speciális agyagból csinálják, mi mindig azt javasoljuk, hogy tegyék be a sütőbe, akár szoktuk mondani, hogy a levest is megsütik a sütőbe, hogy beletesszük a alapanyagot is be kell tenni a sütőbe, mert maga az, hogy elektromos vagy gázos, az már mellékes, de ott az egész közegben legyen forróság. Ez írja a kemencébe, meg a sütőkbe. Ezek a főzőlapok nem igazán, mi nem is ajánljuk. Inkább hőálló, mint tűzálló. Tehát a hőállóság neki fontos. Sosem tették ki konkrétan akkor a hőmérsékletnek, azért nincs is értelme belégni az étel. Igen. És a mikró, azt mondták, hogy az... Igen, csak az nem a főzőedényhez vonatkozik. Ez is alapanyagban vagy égetési hőfokban van különbség, mert még egy főzőedény az netszívó képessége megmarad a alacsonyabb hőmérsékleten égetés miatt. A kőcserépnél ott már nincs nedvesség fölvétel maga az edénynek, és ez miatt lehet használni mikrohullámból. Úgy szoktak találni, vagy találkozott már szerintem vele mindenki, hogy betették a mikróba a kerámiát, fölforrósított kerámia, benne lévő folyadék meg nem. Így van, igen. Ez a hagyományos népi kerámiára nagyon jellemző, de maga a kőcserépre, ami már magas hőfokon van égetve, alapanyag összetömörödött annyira, hogy nem vesz nedvességet magába, ez nem fordul elő. Ott már lehet használni. Ez praktikus. Igen, ezért is illeszthető mostani környezetbe be. Mert ugye ezeket nem kell már használat után szárítani, szellőztetni a kerámiát, hogy ugye a víz nedvesség kijön belőle, hanem egyből használat után beletenne szekrénybe, akár a hely miatt is. Tehát az, hogy fiatalok tudják használni, egyre többen lakásban laknak, nincs családi ház, hogy kirakja a polcokra, hanem be a szekrénybe lehet rakni. Tehát nincs kőcserép. És a vevőink, ez a visszajelzés is van róla, hogy tényleg használatok, bátortalanok az emberek, már nem voltak hozzászokva, mert a Kárpát-medencében nem volt elterjedt ez a fajta kerámia, és akik már úgymond vásároltak ből egy-egy darabot, már bővítették a készleteiket, mert rájöttek tényleg, hogy ez egy igen használható, mert a népi kerámia azért csalódtak valahol, mert próbálták volna használni, ott szép, de sérülékeny, törékenyebb, fölmegszik az a mikróba, ezek meg már nem. Most már azért úgy az emberek, akik egy kicsit így ezzel elkezdtek foglalkozni, azok már most így rájöttek, hogy van ez fajta cserép, amit lehet igazán használni a mindennapokban. Ha mondjuk úgy járok, hogy veszek egy, nem tudom én, 6 kis tányért, mert majd a kompótot abban fogom felszolgálni a vendégeimnek, és eltörik egy, és visszajövök mondjuk 10 év múlva, és azt mondom, hogy nekem olyan kis kékvirágos tányérkám volt, akkor megtalálom, úgy, megkérhetem, hogy csináljanak egy ugyanolyat, mert hiányzik. Ez egy nagyon fontos volt nekünk, mikor az étkészletet elkezdtük csinálni, ez szinte legfontosabb volt, mert tapasztaltuk azt, hogy elkészítünk egy készletet, fizet érte pénzt, elviszi, hiányzik belőle neki egy, mert lejti, akkor ugye hát most mit csináljunk vele, hát pótolni kell, és ez a legelső volt nekünk, hogy úgy kezdtünk ebben az étkészletbe, hogy ezt a problémát már kiküszöböljük, tehát mérethűek az edények, tehát akár 10 év múlva is ugyanezt a méretet tudjuk produkálni az étkészletnek. De ezt nem méret garantáljuk. És a minta. Nem is ezért nem garantálja, attól függ, hogy mennyit fog változni a világ, hogy mennyire akarják ezt a formát még beilleszteni, az ember változik, nekünk a kerámiánk a 25 év alatt nagyon sokszor változott, mintázatban meg pont ezért, hogy a piacon legyen. Hát de amíg a piac elfogadja ezt, meg ott lesz, akkor biztos természetes, hogy fogjuk abba az időbe is csinálni, ha nem történik velünk valami. Úgyhogy ez így kiszámít. 10 év nagyon hosszú idő, de azért szerintem lesz belőle akkor is. Na és hogyan telik a napjuk? Fölkelnek hajnalba is rögtön a korunkhoz. Nem hajnalba, hanem nem. Kicsit később. Ugye, már csak azért, mert ugye tehát a vendégnek is, tehát úgy nyitva, tehát a 10-től 6-ig, tehát hiába kelünk föl reggel, azért fontos az is, hogy el is adjunk kerámiát. Tehát eleve olyan műhelyünk van, ahol úgy dolgozunk, hogy nyitvatartás is van. Van. Tehát láthatják. De láthatják a munkafolyamatot, és közben vásárolhatnak is. Ez miatt ugye nekünk a munkakezdés olyan 9 óra felé történik, és 6-ig. Meg ahogy az ember. De kényelmesen kell, az a lényeg, hogy nem lehet, ezt stresszel nem lehet csinálni, csak úgy lehet, hogy mert nyugodtan. Igen, az ember akkor ront, tehát csak nyugodtan lehet készíteni. Igen, tehát akkor ott, aki oda ellátogat, az látja, hogy hogyan, tehát formálják meg az edényeket. Az épp adott folyamatot. És amikor már ott áll egy stóc kiégetett termék, akkor láthatják azt is, hogy hogyan. Igen, ez folyamatában van, mert először van egy alap, mikor magát nyersen elkészítjük az árut, akkor van egy ilyen kicsi retusálás, bekerül a kemencébe, kiégetjük, utána van egy olyan fajta díszítés, mázazás, utána újra visszakerül a kemencébe. És nálunk a műhelyben úgy kell elképzelni, hogy mindenből van egy
van egy kevés, mert egy ilyen forgásszerűen csináljuk, meg a megrendések jönnek. Igazából nekünk az, hogy mennyi termék van ott félkészen, akár nyersen, az mindig a kemence méretétől függ, mert nem akarjuk túlságosan felhalmozni, két kemence működik, az egyikben általában csak az első égetést, amit úgy hívunk, a zsengélés, arra használjuk, a másik kemencét használjuk a mázazásra, és akkor olyan forgásszerűen, hogy korongozás, már pakoljuk a kemencét, amik jött a kemencéből, azt lehet, hogy másnap már mázazzuk, visszakerül a kemencébe. Oda kell figyelni azért arra, hogy már nem tudunk egyszerre annyi gépet üzemeltetni, vagy kemencét, hogy azért itt napok, egy nap egy kemence megy, már a kettőt nem tudjuk, és akkor itt szépen föl van az építve, hogy valamikor egy kicsit csúsztatni kell, vagy így logikázni, de azért úgy folyamatosan működik, folyamatosan megy. Van-e még munkatársuk? Vagy ezt ketten? Ketten. Hát magát a munkafront az ketten csinálja. Na de győzik? Tehát, hogyha nyitok egy éttermet, és kizárólag az önök tányérjaiból szeretnénk, vagy felszolgálni, mert nagy étterem, úgyhogy 200 fős teljes készletet. Megoldható, várni kell rá. Tehát azért van vele idő elkészíteni, igen, hogy a minőség is jó legyen, és várni kell rá. Igen, de várnak nagyon szívesen. Még nem volt a utolsó 6 évben, igen, olyan, hogy valaki azt mondta, hogy nem kell. Volt olyan már, hogy csúsztunk 2 hónapot, mert annyira összejött, de mikor felhívtuk, mondtuk, hogy nem muszáj elvinni, de ha szükségük van rá, akkor megvan. Mondták, hogy természetesen akkor is el fogják vinni, mert annyira vágynak rá, hát vigyék. De még ezzel nem volt szerencsére. Jól gondolom, hogy különbség van a turista szezonbeli munkarendjük, és a... Egy picit. Gyorsabban halad a munka, ha éppen nem a turista szezon van, mert akkor nem... Nem nagyon jellemző, de vagy... egy picit lehet érzékelni, de annyira nem jellemző. Tehát attól csinálják a munkát, mert ugye most bejön egy vendég, ha azt mondom, akkor ugye az ember mutatja a készterméket, közben az egyikünk dolgozik, vagy nem. De fontos az is, hogy beszélgessünk, mert ha nem beszélgetünk az emberekkel, akkor... nem töltünk időt, akkor nem bírunk eladni. Tehát ezt kompromisszumot kell kötni, tehát az nagyon fontos, sőt a legfontosabb emberekben önnek is el tudjuk adni. Pont ezek a tárgyak, mi azt gondoljuk, ezt igénylik is ahhoz. Meg teljesen más a vevő is, teljesen másképp van vele, hogy személyesen attól kapja meg a tárgyat, aki azt készítette. Mert ha az ember, meg a vevőkörünk is igazából az, aki ezek mögé belátnak. Most nem csak maga a fazekasságról, bármilyen kézműves dologról beszélhetünk, mert az időnket arra töltjük el, tudjuk, az időnk legfontosabb, és igazából ez szerintem ez így benne van az edényekben. Aki ezt látta, egy picit belelátott ezekbe a dolgokba, azt ezt értékeli, szerintem leginkább. És ő nem alkuszik, ő odajön, tetszik, megvásárolja. És ez így fontos, ez az emberi kapcsolata a vevővel. És mikor van az ötletelés? Tehát, igen, hogy eszembe jutott, hogy mi lenne, én nekem, megmondom őszintén, éjszaka, amikor lefekszek, a családom mondja is, hogy miért nézik, hogy mereven a kanapén, tehát akkor így gondolkodok. Jön az ötlet. Igen, ez embernek a fejébe. Én nekem ilyenkor, tehát éjszaka. A nappal nem, ugyan, amikor az ember dolgozik, mert akkor tényleg koncentrálni kell a munkára, mert akkor az ember hibázik ront, de este én nekem, hát, hogy van időm, nem, családom szerint, no mindegy, igen. De változik, mert napközben is pont az a, én azt gondolom, hogy az az erősségünket, mert ez ritkaság, mikor így két testvér így dolgozik, hogy sokszor az ember kiegészíti egymást, mert van az ember valamit, volt egy gondolat, elkezdte csinálni, vagy akármilyen terméket, és van egy pici hiba, amit nem tudok rajta, mert már annyira belefásul az ember, hogy fú, de ennek így jó kell lenni, és a másiknak jön pont az a pici kis szikra, hogy figyelj, mert hát azt így kellene csinálni, tényleg, és akkor ott van, hogy jó lesz belőle. De ez oda-vissza működik, úgy gondolom, vagy ez így van. És ez pont ezek az apró részletekkel akad meg az ember, ha nem így foglalkozik vele. Mert általában a pároknál, ahol mindig van egy domináns fél, mondjuk általában a férfi a korongos, vagy ott jönnek az ötletek, akkor háttérbe szorul mindig azzal a munkával, ott mindig kevesebb az, mikor figyelj már, kedvesem, akkor ezt így kéne csinálni, akkor nem biztos, hogy engedi. De nálunk azért itt erőszakosabbak vagyunk ezen a téren. Nem az, hogy nem engedünk egymásnak, de van azért egy erőszakosság bennünk, hogy nem ezt így kellene, vagy úgy kellene, és sokszor ez célra vezetőbb, hatékonyabban történnek a munkák, meg sok minden olyan jön elő ez miatt, ami máshol lehet, hogy pont nem. Igen, ez csak a mi gondolatunk, aztán igen, lehet, hogy nagyon jól működik a feleségekkel, van mind a kettőknek, de nem nálunk dolgoznak egyelőre, ki tudja. De a családi békeket. A családi békeket. De még az ötletelés még ott is van, hogy a saját használt az ember, hogyha használ az edényeket, nekem is azért van egy-kettő otthon ilyen étkészlet, és ott is ugye használat közben derülni ki azok, amin alakítunk. És megmondom őszintén, nekünk
nekünk az étkészletnél is, ugye egy év alatt is egy pici változás, amit a vendég már nem vesz észre, de mi azt látom használt, hogy mit javítsunk rajta, hogy még jobb legyen, még jobban tudja használni az ember, tehát azok a pici problémák ne legyenek rajta, amit más nem vesz észre, csak mi látjuk. Igen. És a minták, tehát de jó lenne egy olyan étkészlet, aminek a mintája nem ilyen, ilyen vagy olyan. Hosszú dolog, mert igazából azt fogja megmutatni, van ötletünk, de az mutatja meg mindig, ha piacra kikerül, hogy mennyire akarják ezt az emberek, mennyire fogy, mennyi emberhez ér oda, hogy nekem is tetszik. Például ez is úgy kifortam, volt, hogy nagyobb volt a virág, egy picit más formája volt, és ez így kialakult, a formák is. Ez így hozza, végülis a vevőközönség hozza leginkább, az ahhoz alakítjuk, ahhoz próbáljuk. Most én, teljesen kívülág, nagyon laikus kérdések, de én úgy gondolom, hogy az első néhány, ha majd nagyon jól megtanulok korongozni, vagy simán megy, az nem lesz kérdés, csak az, hogy mégis milyen legyen, és akkor elkészítem az első ilyen nagyobb fazekat, meg az első ilyen sütőformát, igen, meg még kettőt, de amikor már 25-et, 30-at, 500-at ugyanolyat kell elkészíteni, és egyrészt, hogy ugyanolyan legyen, és az egy kicsit, hát monoton. Mondjuk ki. Igen. Van ilyen benne, de az ember úgy próbálja, annyira változatos maga a munkafolyamat, hogy pont ezért jó benne az, hogy jó, hogy egyforma, de mikor az ember díszít, vagy korongozik, sajnos így a formáknál ez benne van. Ez egy kicsit fárasztó. Ez fárasztó. Tud lenni, hogy mikor valakinek, ha csak azt mondom, hogy kell 50-es étkészlet, azért azt meg kell csinálni, ott kell ülni, az tud unalmas lenni. De valahol mégis benne van az alkotás, hogy még mindig ott van az, hogy például a égetéseknél, a mázas égetésnél jön az ki, hogy mindig várjuk azt a pillanatot, hogy kibontsuk a kemencét, mert az olyan, hogy sikerült, nem sikerült, az mindig ott van. Tud nem sikerülni? A kemencében nem látunk bele. Nem elég forró, túlforró, vagy mi történhet? Mivel apró dolgok. Igen, tehát a kemencében nem látunk bele, mindenki van mérve pontosan, de akkor is ott van benne az, hogy bármi történt a kemencében. A kis ördög. Tönkre megy, hőmérséklet. Akár hiába, hogy az alapanyag, ott is végülis most nem az, hogy hibázik egy gyártó, de lehet, hogy picit másabb az adalék, vagy más arányban volt hozzá, az már lehet, hogy nálunk pont jelentkezni fog valami miatt, vagy még például az is befolyása nagyon, hogy mennyire van megpakolva a kemence. Mi arra is ügyelünk, hogy majdnem mindig ugyanaz a mennyiség van benne, mert az is szabályozza a hőt. Ha egy kicsit följebb megy, lejjebb megy a hőmérséklet, az mind kárt is okozhat, vagy nem lesz pont elegendő a hőmérséklet, az sem jó, úgyhogy van ezzel mindig egy picike kis odafigyelés. Mindig oda kell figyelni. Még ha nagyon rutinszerűen, hogy akkor is. Történt már ilyen nagy katasztrófa, hogy az egyik polc eldőlt, vagy leesett a... Hát egy... Úgy a kemenc... Elbotlott valaki egy víz. Persze. Tehát hogy ne történt volna? Talán visz az ember, tehát korongozásnál megbotlik, persze, hogy ne lenne ilyen. De hát az igazából még jár. Igen, az szokott lenni így a égetésnél esetleg, mert mivel elektromos kemencét használunk, ezek szabályozva vannak. Ha azok a berendezések, ami a hőmérséklet méri, ilyesmi, azok esetleg, ha elromlanak, nem megy föl a kellő hőmérséklet, akkor az gondot okozhat. Az volt már olyan, hogy az egész kemencét nem tudtuk már újra égetni, hogy így se lájtes lesz. De ez benne van. Ez nem minden nap fordul elő. Évente talán egyszer. Ha pont nem jó hőmérséklet, te romlik el, akkor ott gond lehet. De amúgy nem, bele kell, hogy férjen. Olykor, amikor már készítik így napról napra a megszokott edényeket, előfordul, hogy egyszer csak valamelyikük ott marad a koronán, és most alkotok valami egészen mást, egy darabot, különlegeset, valamit. Volt ilyen, tehát csináltunk, de most ugye annyira az étkészleteken vagyunk, hogy igazából nem foglalkozunk ilyennel, mert ahhoz, hogy valamit újra kezdjünk, ahhoz az alapokat meg, tehát az egy folyamat, hogy az jól sikerüljön. És nem csak úgy gondoltam, hogy a dédnagymama névnapjára legyen egy különleges. Van ilyen, szoktunk ilyen. Mikor látjuk az időnkbe, hogy belefér. Kis ajándéknak, valami ritkaság. Ha belefér az időnkbe, akkor szoktunk ilyeneket elválni, mert az nekünk is jó egy kicsit, hogy úgy más csinál. Ilyen van. A feliratos edény esetleg, vagy olyasmiket, ezeket így szoktunk ilyeneket. Díjakat esetleg, amik olyanok, az már kicsit úgy kizökkent ebből. Vagy ha egy kiállításra készülünk, akkor ugye megvan adva a téma, megvan az, hogy mit kell készni maga a kiállításra, akkor természetes, hogy az ember akkor abban az időben az arra készül rá, mert oda azért fel kell rá készülni. És az lehet, hogy hetek még az ember elkészíti, úgyhogy persze ilyenek vannak. Tudom, hogy most vírus mindenbe beleszólt, de
ha normális menetben megy az élet, akkor azért évente legalább egyszer, vagy akár többször is van ilyen kiállítás, megmérettetés? Évente, egy-kettő, most igen. Például a... Igen? Most volt kettő is pont egymás után, mert volt a országos népműszti kiállítás, ott is részt tudtunk venni, meg volt egy fazikas triennálé, ott is részt tudtunk venni. Az mezőtúron volt. De ez ugye húzódott maga a vírus miatt, mert igen, maga eltúlódott. Beadtuk a termékeket, akkor utána a kiállítás később volt, diátadó megint más időpontba, de hát ez folyamatos, és ez nagyon fontos is, mert az ember amikor csinálja, pont amiről azért beszéltünk, hogy belőle fásul az ember a munkába, ez pont kizökkenti belőle a kiállítás, mert az egy pozitív. Itt vannak valahol a közelben, hogyha vége a műsoridőnek, benézek akkor a műhelyet. Hát most itt pont holókai műhelyben nem vagyunk itt, de az alsótól, az itt van, az is túl messze. Jaj, hát azon szoktunk keresztül menni. Na, ott nyugodtan szeretettel várunk mindenkit ott is. Itt is, ott is. Jó. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Következő vendégem már itt van. Amíg helyet cserélnek, én akkor majd még közelebbről is megnézem ezeket a dolgokat.